Az önbizalom hiány nem nemi kérdés, bizony egyre gyakrabban előfordul, hogy férfiak is kés alá fekszenek. Köszöntjük a stúdióban dr. Urszán Albert plasztikai sebész. Ez is sokkal jó reggelt kívánok. Most végre a férfiakról fogunk beszélgetni. Jellemző ma Magyarországon, hogy a férfiak is igenis járnak plasztikai sebészhez, és különböző beavatkozásokat kérnek? És ha járunk, mit csinálunk? Persze, nekik is elállhatnak a füleik, nekik is lehetnek olyan nagy óruk, ami nem tetszik nekik, fogyás után nem. Fogyás után ugye hasplasztikára is jelentkezhetnek, de akár elrontott testépítés után, amikor különböző szteroidokat használnak, és az emlőjük megnő, tehát egy olyan típusú műtétekre is, az életkor előre haladtával, ugye akár arcplasztikára is, vagy akár a felső személynek a megereszkedése, ami nem is biztos, hogy esztétikai műtét, hanem esetleg már bizonyos szempontból látásjavító, mert rálóg a szempilla, vázra már a megereszkedett bőr, és nehéz nyitni. Tehát a paletta elég széles. Mond. Hát, hogy milyen életkorban a leggyakoribb az, hogy a férfiak elkezdenek menni önhöz, és egyáltalán ilyen helyeket felkeresni? Hát akár 7-8 éves korban, hogyha van egy olyan kisfiú, akinek elálló fülei vannak, és csúfolják az iskolába. És hogyha hát azt még a szülők viszik. Igen, de nagyon sokszor ő is jön, tehát hogyha ő beleegyezik, ugye, mert ezt általában a helyi érzéstenítésben végezzük, tehát azért nagy bátorság kell ahhoz, elképzelhetjük, hogy mennyire frusztrálja őt, hogyha ha ebbe beleegyezik, de aztán 18-19 vagy akár 20 éves korban mondjuk az orrműtéteknél, vagy például, hogyha megnő csomót észlel a mellébe, vagy a pubertás hatására, ami nem akar vissza húzódni, vagy pedig, mint említettük, a testépítés hatására, tehát itt is nagyon széles a kör. Vagy nem, azt sem lehet tudni, hogy ki mikor hízott meg, mikor fogyott le annyira, hogy a hasa megereszkedett, tehát egy hasplasztika. Van egyébként alsó korhatár limit? Tehát, hogy tényleg akár gyermekeket is, hogyha a szülő is beleegyezik, és a gyermek is, akkor meg lehet őket műteni? Attól, de a műtéti típustól függ. Uh-huh. Tehát egy orrműtétnél, amikor már olyan nagy változások nem lesznek, akár 17-18 éves korban is, egy fülműtétnél, mondtam, hogy akár még korábban is, de természetesen, ha csupán csak esztétikai dolgokat nézünk, akkor 18 év alatt, vagy nagyobb, és ilyenkor is, hogy 18 év felett, és hogy 18 év alatt van, akkor általában mind a két szülő beleegyezése szükséges a műtétre. Szoktunk mi itt időről időre beszélgetni, például a múltkor egy bőrgyógyászról is beszélgettünk arról, hogy itt a szem környékével miket lehet kezdeni, mennyire műtéti dolog, mennyire nem műtéti dolog, de hogy ott hány éves kor, tehát amikor mondjuk ezt a látható mezőt kezdik el a férfiak így észrevenni magukon, hogy na ezzel valamit kezdeni kellene, azt gondolom, az már ilyen 40 fölött szokott lenni, nem? Igen, a férfiakat nem zavarja annyira, tehát egy hölgyeknél a változás sokkal zavaróbb. Egy markáns férfi az nem biztos, hogy az összképpen ront a hők. Tehát van itt is természetesen, főleg az úgynevezett táskás szem. A táskás szemet általában nem csak a bőr felesleg okozza, hanem a szemgolyó körül zsírsejtek vannak. Tehát a zsírpárna van, és ennek a zsírpárnának a feleslegessége, mint egy sérv kidudorodik, és az okozhatja ezt a nagyon csúnya táskás szemet. A fönt ugye a felső szemhénál inkább a felesleges bőr, tehát ezeknek a megoldásai szóba jöhetnek. Mi a helyzet a botoxsal? Akár Krisztián szerintem arra is gondolta, hogy legutóbb Papildikóval beszélgettünk arról, hogy a botoxtól nem feltétlenül azt az eredményt fogjuk kapni, mint mondjuk látjuk, hogy rengeteg rosszul sikerült kezelés után tényleg szinte szörnyű. Hogy mimikátlanná válik az arc. A botox az gyakorlatilag csak azokra, az úgynevezett dinamikus ráncokra jó. Vannak a statikus és a dinamikus ráncok. A statikus ráncok azok, amikor az ember belenéz reggel a tükörben, és megvannak bármit csinálni. A dinamikus az, amikor napfény hatására, vagy koncentráció hatására, vagy mérgesség hatására összehúzza a felső, a két szem, vagy az orr fölötti izmokat, illetve a szem körüli izmokat. Tehát például a botox hatását úgy vették észre, hogy kancsalság, illetve nem úgy vették észre, úgy kezdték plasztikában alkalmazni, hogy kancsalság miatt ugye az izmot lebénították, ezért a helyre állt a szemtengely, de észrevették, hogy a szemkörüli ráncok, tehát a szemkörüli izmok lebénításával nem tudta ráncolni a szemét, és így kezdett magába a szépészetben elterjedni a botox használata. Klasszikus, kellemes, de hasznossá. Igen. És ez melyik a gyakoribb? Ezt a férfiak így tudatosan mondjuk azért elmennek, hogy na, akkor itt egy-két injekciót akkor én itt kérek, mert hogy most már... A férfiak például ritkábban, inkább a homloknál és a szem, illetve az orrgyök fölötti ráncnál, ami haragos tekintetet okozhat. Tehát, hogy ha valaki nagyon ráncolja és... Nem ráncol. Nem akar barátságtalannak tűnni. Akkor, tehát... Hát akkor változtatott.
természetű. Igen, meg talán a férfiak valahogy úgy vannak vele, nem, hogy a hölgyek minden kis apró cseprő, ami úgy, hát ez nem tetszik, inkább elviszem, inkább megcsináltatjuk, és a férfiak meg úgy egyszerre szánják magukat, de akkor meg tényleg szeretnének abszolút nagy változást elérni. És ez mennyire kell, hogy folyamatos legyen? Kell, hát hogy mondjuk igénytől függően, tehát hogy egyszer megcsinálják, azt mondja a doktor a szemhéjat például, hogy akkor utána ez 20 év múlva, 15 év múlva megint meg kell. Ne, utolérheti magát, tehát utolérheti magát? Igen, hát esetleg meg kell. Igen. Ott kell akkor rajta. A botoxnál ugye meg attól függ, hogy mikor múlik el a hatása. Tehát az 2 és 5 hónap között egyénektől különböző, egyénektől függő, hogy mikor. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. Kérem szépen. A férfi társaim nevében is.